Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek a túloldalt! Magic Mix testsorozatunk második része a zsemle készítés. Elsőként elkészítettük az eredeti Fanny Zero recept alapján az egyszerű zsemlét, aztán a mi változatainkat. Nézzük, hogy készült, és mindenki el tudja dönteni a végén, hogy neki melyik a szimpatikusabb. Csapjunk bele! Na kérem! Fanny zsömlét próbáljuk ki legelőször is, mert az a legegyszerűbb, én azt gondolom. Ez itt a Fanny Zero liszt, és ez az a liszt, 100 g, bocsánat, ez szintén 100 g, látni a méretbeli különbséget, ez Németországból származó bambusz rost liszt, kikeverve nagyon finom, szép, fehér, porállagú útifűmaghéjjal. A Facebook csoportom által preferált 87 és 17 g az arány, ők azt mondták, hogy ez nagyon jó, ezt én ki fogom próbálni. Szóval, Fanny Zero, nézzük a tapintást, hát nem tudom, mennyire látszik. Lisztszerű furcsa tapintása van, de az nem jelent semmit. Nézzük a tapintása, kicsit más, és ez ugye nagyobb szemcsés, tehát egyértelmű, hogy a Fanny Zero az finomabbra van darálva, úgyhogy ez magyarázza, hogy jóval kisebb a térfogata, a tömege ugyanaz. Na de ezen libbenjünk túl! Kezdjük a receptet, a három tojást felverjük. Azt mondta a recept, hogy először a vizes összetevőket, ez a 100 g víz, és a 45 g beáldoztam olívaolajat, dehogy olívaolajat, kókuszolajat beáldoztam. Összekeverjük. Jöhetnek a száraz összetevők, beledobjuk a 100 g Fanny Zero-t, sütj bele, és itt van, kimértem a porélesztőt, a sót és a sütőport pont, ahogy a recept írja, ezt is szépen így rászitálom, és ezt is elkeverjük. Egy darabig a habverővel, aztán villára váltunk, ha nem megy máshogy. És ha ezzel megvagyunk, azt mondja a recept, hogy pihentessük 3-5 percet. Igen, azt hiszem villára váltok, ez előbb is megtehettem volna. Na, nem baj! Besegítek a kezemmel. Egy gramnyi sem menjen kárba itt az oldalán. Állagra nagyon szépen néz ki. Mondtam, hogy a három tojásból egy farm tojást beleloptam, és természetesen nagy tojások, mert Fanny mondta, hogy ő mindig nagy tojással dolgozik, csak hogy egy kicsit olyan sárgás színe legyen, mert ugye a bolti tojások, hát azok ilyen fehérek. Na, jól van. Szerintem ezt jól eldolgoztam, és most megpróbáljuk 6 egyenlő részre osztani, zsömlét formázni, pihentetni. Sütő már megy, tehát elő van melegítve. Jó. Ezt is minden cseppje kincs. Szuper. És felszedjük a asztalról, ami teljesen tiszta. Jó, a kezemen van egy csomó, nem pazarlunk, Viki. Ennyi. Jó. Minden elő van készítve, flottul menjen ma a munka. Megpróbáljuk ezt szépen elosztani. Közben kezet is mostam, mert ragadtam. Nézzük. Hát, nem akkora baj szerintem, hogyha nem teljesen egyformák. Sac per kb-re jó lesz. Szóval 100 g-ból 6 zsömlét kell csinálni. Jól van. No. Jaj, segítség! Na, én ebből most zsömléket fogok formázni. Meg kell mondjam, hogy az állag nagyon rugalmas, nagyon puha. Én szerintem a saját termékemből, mármint hogy a saját keverésemből nem lesz ilyen. Na, majd kíváncsi vagyok. Jó, egy kis zsömle. 6 kis zsömle kész.
Pihentetjük most 5 percet. Visszatérek. 5 perc teljesen pontosan letelt. Megy a sütőbe 180 fokon 30 percre, ahogy Fanni mondta. Lássuk. Kész vannak a Fanni Zero zsömlék. Azt mielőtt betettem a sütőbe, azt nem mutattam, de eszembe jutott, hogy megkentem tojás, egy felvert tojással, tehát az nem maradt ki, csak épp nem volt rajta a videó. Ezzel nincs most tennivaló, megvárjuk, amíg kihűl. Ennyi. Jön a következő változat. Következő kísérlet. Ugye ebbe a nagy edénybe volt a csoport által megállapított 87-13-as arányú bambusz és utifű makhely. Most én abból már leszedtem, térfogatra kiszedtem ugyanabban a tálkában, mert Fanni Zero kb. Ugyanilyen térfogatot, tehát itt van egy ilyen zöld, mint addig volt a Fanni Zero. Én a három tojáshoz először a Fanni Zero lisztnek a Fanni Zero-val megegyező térfogatú, remélem értelmes vagyok, lisztet fogom használni, mennyiséget, és aztán az állattól függően teszek még hozzá. Tehát minden ugyanaz. Kezdjük a proceszt. Három nagy tojást felverünk, szintén van benne egy farm tojás, a 100 g víz, 45 g oliva. Jön a 87-13-as arányú liszt, saját keverék. Rátesszük az ugyanannyi élesztőt, sütőport és sót. Mint az előbb, megint csak nem kapcsoltam időben, hogy villára váltok, ez van, hűlök. Az állagra leszek nagyon kíváncsi. Próbálom eltalálni azt a sűrűséget, mint a Fanni Zero-val, ahogy az kinézett. Ez még egy kicsit lágy. Hogy pontosan hány grammot fogok ebből használni, azt megfogjátok. Ki fogom írni, mert ugye meg lesz a maradék, le fogom tudni mérni. Na nézzük. Égyni. Összeszedjük az asztalon a liszteket. Na kérem, állagra a Fanni Zero olyan egyneműbb volt. Ez egy kicsit olyan darabosnak tűnik. No. Ugyanazt a papírt még egyszer felhasználjuk, elvágjuk 6 fele. Kicsit talán még lágyabbra sikerült, mint a Fanni. Nem tudtam jól eltalálni, de szerintem így is jó lesz. Igen. Megmondjam őszintén, a Fanni is így nézett ki. Jó. Nézzük. Kis gyömléket formálunk gyorsan. Igen, enyém kicsit ragacsosabb. Tehát, amit nem az egyém, hanem a Facebook csoportos arány. Fanni nem volt ilyen ragacsos. Tény és való. 6 darab zsömbe kész. Most szépen hagyjuk őket ugyanúgy 5 percig állni. Óra indul. Visszatérünk. 5 perc letelt. Most mutatom, hogy bekenem ezt is szépen tojás. Felvert tojással. Sütés! Tadám! Kérem szépen, elkészült a Facebook csoportom által ajánlott 87-13-as arányú zsömlém. Kinézetre pont úgy néz ki kívülről, mint a Fanni Zero-jé. Egy pillanat, hozok egy Fanni Zero-t, nehogy összekeverjem. Ő itt a Fanni Zero, és ő itt a saját. Oh, forró! Le fogom majd mérni, ugye, mivel ez kevesebb van benne, hogy konkrétan a zsömle mennyivel lett súlyosabb vagy könnyebb. Na, ez is megy kihűlni, folytatás következik. Itt a harmadik változat, ezt nem mutattam végig, ez a saját változatom, tehát ebben, hogyha 100 g-ra veszem a lisztet, akkor az én arányaim vannak. 75 g bambusz rosthoz, nem a liszthez, ez a bambusz rost, ami durvább szemcséjű, 25 g utifű makéjat használok. Állaga a zsemlének ugyanaz, ezek már, bocsánat, a kis leégett tojásdarabkák. Annyi a különbség, hogy én rendes élesztőt használtam, amit pici mézzel, egy fél kis kanál mézzel felfuttattam, és ezt tovább fogom hagyni kelni egy picikét, megnézzük, hogy egy
5 perc helyett 15 percet adok neki. A másik, hogy, de akartam mondani, összesen 60 gram ilyen kevert mix van benne. Tehát 40, durván 40 gram bambusz, 20 gram utifű. Tehát még kevesebb alapanyagot használtam. Nézzük ebből mi lesz. 15 perc pihenés következik. És kérem, elkészült a harmadik változat. Teljesen a saját receptem alapján, mármint hogy Fanny Zero-t másoltam le, de kicsit más a metódus is. Ő az. Ő is ki fog hűlni, és jön a felvágás. Kicsit később. Akkor vonjuk le a végső következtetést. Fanny Zero, eredeti Fanny Zero, 100 g mixből felhasználva, saját keverésű mix, 87 és 13 gram az arány 100 gramban, de csak 76 grammot használtunk fel belőle. És itt a másik, amiből összesen 60 gram saját keverésű liszt kellett, mégpedig a bambusz rost és nem pedig a liszt. Én szerintem teljesen mindegy, az én ízlésvilágomnak teljesen mindegy, hogy most milyen szemcsére van darálva az a bambuszrost, legalábbis a zsömle esetében, most azt elfelejtettem mondani, hogy a zsömléről beszélgetünk csak, semmilyen más receptről, és ehhez mondom csak 60 g kellett, és hát hasonlítsuk össze méretre, ugye? Ez kicsit nagyobb és könnyebb, és állagra. Hát az ízlés, hogy milyen ízű, én nekem a, ez, az ugye megint csak más. Az eredeti Fanny Zero és a saját kikeverésű liszt, ez is egy kicsit talán nagyobb, ízre szinte ugyanaz, tehát én nem nagyon mondom meg, hogy melyik melyik. Az enyém az kicsit más, hogy készült rendes élesztővel, nincs benne sütőpor. Az ízlésvilágomnak az enyém messze menőleg finomabb. Ez most ez saját vélemény, mert ugye az ízlés az mindenkinek más. Annyi volt még, hogy itt volt egy barátnőm meglátogatott, pont kész volt mind a három. Ő csak megszagolta őket, és mondta, hogy ennek van a legjobb illata, valószínűsítem a normális rendes élesztőnek köszönhetően. Tehát, ha engem kérdeztek, hogy a Fanny Zero Magic Mixből zsömlét érdemes-e sütni, akkor én azt mondom, hogy csak a zsömlére ne pazarold el a Fanny Zero lisztedet, meg tudod vásárolni saját magad is külön-külön, kevesebb kell hozzá, jóval olcsóbban kijön, ennyi, ez a vége. Tehát zsömle szempontjából fölösleges Fanny Zero-t vásárolni. Csókolom! Hát kérem, eltelt egy nap, megcsináltam még kettőféle zsömlét. Mind a két zsömle az én 75 g bambusz és 25 g utifű makhéj liszt arányom, tehát az nem a Fanny féle arány, amit nem tudunk úgyse. Annyi a különbség, hogy ebben a zsömlében csak és kizárólag sütőpor van, kicsit megemeltem az arányt a sütőporba, a sütőpornak, mert hogy nincs benne élesztő. Ez meg, ennek pont úgy kéne kinéznie, mint a tegnap készített utolsó zsömlé, ami olyan szép, habos, amit azt mondtam, hogy a legfinomabb. Annyi a különbség közte, képzeljétek el, hogy ebbe száraz porélesztő van. Ez pont olyan, mint a Fanny Zero-nak az a kopogós, fel nem emelkedett, nem is tudom milyen. Úgyhogy ennyi a különbség a tegnapi kísérlethez képest. Ezt mondom, most a kíváncsi voltam, hogy a porélesztő mit csinál, meg hogy élesztő nélkül milyen a zsemle. És még annyi a különbség, bocsánat, beszélek itt félre, hogy hagytam állni a tésztát, miközben összegyúrtam, hagytam jóval többet állni, mint 5 perc, tehát legalább 15 percet állt, amíg mielőtt szétszedtem kettő vagy két fele, igen, mert két zsömlét csináltam, csak kisebb adagot csináltam ma, és mikor zsömlét formáztam, is hagytam még állni 15 percet,
De teljesen fölösleges volt, mert nem történt semmi. Úgyhogy annyi, hogy a sütőporos az szebb lett most, mint az eredeti Fanny Zero-val. Nyilván többet állt, vagy nem tudom. Na, hát ennyi csak. Sok sikert!